Tamás itt maradt a pont ajkán. Az elején elég könnyűnek indult a mérkőzés, de sikerült feljönni a Mornak. Hogy láttad a mérkőzést? Ugye most egy ilyen sorozatban vagyunk, ami azt jelenti, hogy más stílusú ellenfelekkel játszunk, mint akik ellen mi, nem azt mondom, hogy készülünk, hanem akik ellen úgymond jól esik a játék. Ugye elmondhatnám itt a pápai hazai meccset, a keszthelyi idegenbeli meccset, ők egy más jellegű játékot játszanak. Az is lehet valamikor eredményes. Mi próbálunk egy más stílust képviselni. Most ez a hármas sorozat úgy lement, hogy mindegyiket sikerült hozni, ennek örülünk. Megúsztuk sérülés nélkül, ennek is örülünk. Meg a 9 gólos győzelemnek, és a második fél időben azt gondolom, hogy a védekezésünk már jobban rendben volt, mint az első, vagy az első fél időben kaptunk 14 gólt, a másodikban 9-et. Volt hullámvölgyünk is a második fél idő elején, hogy a sok eladott labda, akkor följebb tudtak jönni. Az elején ugye úgy indultunk, hogy el tudtunk menni 7-2-re, 9-2-re, és akkor onnét följöttek, ha jól tudom, 9-5-re, tehát 4 gólra. Elég hullámzó volt a játék. Ugye nehéz, azért mondom, hogy ebben a stílusban, egy ilyen stílusú ellenfélel nehéz végig jó teljesítmény nyújtani, koncentrált teljesítmény nyújtani, pörgős játékot nyújtani, akkor is, amikor mondjuk az ellenfél nem húzza fel úgy a labdát, mint ahogy mondjuk a mérkőzésnek az eredménye kívánná, mondjuk, hogyha mondjuk hátrányban vannak ők, és 5-6 gól ide, akkor gondolnám én azt, hogy az ellenfél próbál egyenlíteni és gyorsan felhozni a labdákat. Hát ők nekik nem az a stílusuk, tehát egy teljesen más jellegű játékot játszanak. Magyarul be tudják altatni az ellenfelet, és ugye abból lehetett látni, hogyha mi viszont elhibáztuk a támadásainkat, tehát kapufákat lőttünk jó párat, majd a statisztikát megnézzük, hogy az mennyi volt. Azért meglőttük a kapusokat a második fél időben elég szépen, tehát ott az 5. és 15. perc között szerintem egy 5-6 zicserünk kimaradt, ami kapussal szembe volt. Abból azért az indulásokat kihasználták, tehát ahelyett, hogy ugye volt ott megint a 15. perc környékén a második fél időben, ugye támadtunk a 9 gólért, lett belőle 7, megint elrontottunk két támadást, ugye lett belőle 5, tehát ez így végig így ment, azért a meccs egészére jellemző volt. Azt gondolom, hogy az élmezőn csapataival szembe, illetve amelyik csapat azért ott akar lenni a végelszámolásnál, ott nehéz azért úgy élen maradni, hogy ilyen hullámzó teljesítményt nyújtunk, ezen javítani kell mindenképpen. Pontosan azért, mert jövő héten a Telekom Veszprémben játszunk, az egy más jellegű meccs lesz. Azt mondtad, hogy megúsztátok sérülés nélkül, amit én úgy láttam, hogy nem igaz, hiszen volt egy sérülésetek. Hát reméljük, hogy a Krisztiáni nem komoly, hát kiment a bokája, de az mondjuk egy rossz talajfogás miatt volt, de nem dagadt be neki, tehát úgy néz ki, hogy azért talán könnyebben sérült magyarul, tehát azért napok múlva az jó lesz, tehát nem sérült szalag ilyesmi, úgyhogy reméljük, hogy igazam van. Csak hát ugye visszamenőleg ugye a Mór ellen már volt pár súlyosabb sérülésünk is az elmúlt évek során, aztán ilyenkor mindig, amikor ilyen kényes szituációk vannak a mérkőzésen, akkor az így felsejlik az emberbe, hogy a játékvezetők kézbe tartják rendesen a mérkőzést. Azt gondolom, hogy most is volt pár olyan szituáció, amikor nem azt mondom, hogy ellentétesen ítéltek, de egy kicsit úgy tűnt, mint a kicsúszott volna kezükből az irányítás, de aztán hál' Istennek azt mondom, azért többnyire a két csapat azért résznél volt, tehát nem ment el ebbe az irányba a meccs, de azért volt egy-két verbális adókapok ott a játékosok között, azt láttam, de meg hát ugye én is mondtam magam, én szokás szerint, de azt gondolom, hogy a játékos meg a csapatot azért valamilyen szintig, legalább egy sárga lapig meg kell védeni. Igen, ezt mondták a nézőtéren a lányok is, hogy legalább te megvédted a csapatodat. Én úgy láttam, hogy a versenybíró is már bírálta végül a játékvezetést, valami ott nem tetszett neki. Hát végül is ő nekik nem az a dolguk, hogy bírálják a játékvezetőt, inkább hogy segítsék a munkájukat, úgy gondolom, tehát hogyha segítő szándékkal mond nekik dolgot, hogy olyat látott a pályán, amit esetleg nem sikerült megtorolni, akkor ebből tanulni kell a játékvezetésnek is, meg hát persze a két csapatnak is, hogy miket lehet elkövetni a pályán, mi tartozik bele a szabályos kategóriába, meg mi abban, ami már nem sportpályára való. Most azt mondom, hogy ennek pár szituációban a határán voltunk, azt gondolom, meg hát mondom egy kicsit a végén, azt gondolom, hogy túl sok volt a szöveg, talán nem is a mi részünkről, de örülünk, hogy pozitívan zártuk a mérkőzést, lényeg ez. Ritka dolog, hogy piros lappal kiállítanak valakit, azt már megszoktuk, hogy te sárga lapot kapsz, de ma volt egy piros lap is, mi volt ez? Hát én azt gondolom, hogy ez inkább ennek az eredménye volt, hogy volt sok kétes szituáció, és a játékvezetők próbálták ezzel lezárni az egész ilyen úgymond kényes sorozatot, amik nem lettek megítélve ezzel a piros lappal, amit nem láttam én igazából, tehát nem akarom minősíteni, de szerintem a mérkőzésen voltak sokkal súlyosabb esetek is, ez az egyik dolog, a másik meg az, hogy
tehát egy meccsen előfordult, mondom, legalább 8-10 ilyen, amiért nem fújtak se szabadobás, semmit. Volt olyan, amikor végigfaltoltuk szinte az egész térfelet, ugye egy indításnál az ellenfelet indították, és 7-est fújtak a végén például, 7-es 2 percet. Másik oldalon ugyanúgy, második fél időben hasonlót elkövettek velünk szembe, nem fújtak semmit, tehát néma maradt a csíp. Tehát én azt nem értem, ilyenkor a játékvezetői felfogásba lehet alkalmazkodni, a játékvezetői felfogáshoz lehet akár az NB1 vagy BL is, tehát ugye ezt mindig elmondják akár egy Veszprém felnőtt meccsen is, egy Telekom Veszprém meccsen is a Bajnokok Ligájában, hogy olyan a játékvezetés, akkor ahhoz kell alkalmazkodni, de amikor egyik fél időben, vagy egyik ítélet, meg a másik ítélet homlok egyenest különbözik egymástól ugyanabban a szituációban, na ahhoz nehéz alkalmazkodni, tehát akkor jön az edzőnek a sárga lap, mert én azt szóvá teszem, meg az ellenfél edzője is szóvá teszi, tehát ebből itt volt pár darab, azt gondolom. Játékvezetőknek is ugye hát fiatalok látszik, ugye fel kell nőni a feladathoz, most azt gondolom, hogy nekik sem sikerült annyira jól ez a mérkőzés, de nem ez volt a döntő, azt gondolom. Tehát ez akkor probléma, hogyha mondjuk két hasonló képességű csapat találkozik, tehát egy kiki meccs van, és akkor mondjuk hasonlóan nem sikerül megítélni helyzeteket, akkor probléma van belőle, és sokkal komolyabb. Most azt gondolom, hogy meg volt a két csapat között a különbség, tehát igazából ez most ennek nem volt jelentősége. Tehát ők is tanulnak belőle, mi is próbálunk alkalmazkodni, csak úgy nehéz volt. Már csak azért is megvolt a különbség, hiszen az ellenfél csapata alig volt neki cserejátékosa, tehát éppen hogy csak megvolt a csapat, ők úgy jöttek el ide Ajkára. Így van, hát most ez már azt mondom, hogy így hagyományos, mert szerintem megszokták már, hogy összességében azért nem győzni jönnek Ajkára utóbbi időben. Tehát ilyenkor NB2-ben benne van az, ugye nálunk is például, most mondok egy példát, ugye a közönség eljön megnézni a mérkőzést, a Szejtlár Valentin egész héten ugye nem tudott edzeni, mert Németországba küldte a cég, tehát ott dolgozott. Egy fél éjszakát aludt itthon, és most itt volt a mérkőzésen, tehát pályára tettük, de igazából lehetett rajta érezni, hogy nem tudott koncentrálni a mérkőzésre. Azt hiszem egy-kettőt hibázott, de nem ez volt a mérvadó, tehát nem is haragszunk ilyenkor senkire, tehát egy úgymond valamilyen szinte fél amatőr vagy fél profi csapatnál ugye vannak ilyen problémák is, amit a közönségeseknek nem érzékel vagy nem tud, és akkor ugye ezek a hibák akár a részemről, akár a csapat részéről beleférnek, lehet, hogy a közönségben azt mondja, hogy miért nem cseréljük le, tehát ez olyan dolog, hogy most egy-két hiba belefért a mérkőzésbe, tehát egy élesebb meccsbe lehet, hogy nem fértek volna bele ezek a hibák, ezek a hullámvölgyek, amiket mondtunk. Most voltak olyan szituációi a mérkőzésnek, amikor jól tudtunk gyakorolni, bár hagytunk ki belőle abból is zicsert, tehát szépen lejátszottuk a játékot, bepasszoltuk beállóba, üresen álló játékosnak, mégis agyon lőttük belőle a kapust, tehát a játékok megvoltak, tudtunk gyakorolni, ez pozitív, az, hogy sok helyzet kimaradt, az a negatívum, de így is nyertünk 9 góllal, tehát azt mondom, hogy lehetett volna 14 is közte, de igazából ez nem nincs jelentősége. Utoljára, de nem utolsó sorban, ne feledkezzünk meg a kapusotokról se, aki szinte az összes 7 méterest megfogta ma. Így van, hát a Máté az első fél időben nagyon jó hatást rajtotta a heteseket, most elosztották ugye a mérkőzést, ugye volt olyan időszak, amikor a Máténak ment jobban a védés, itt a tavasz folyamán volt a Norbinak is, voltak nagyon jó meccsei például a Győrbe, úgyhogy most azt gondolom, hogy nagyon jól dolgoznak együtt, hát most úgy döntöttek, hogy a fél időt próbálják csinálni, ez a meccsben mondom bele is fér, tehát mindenkinek játékba kell lenni. Aztán mikor olyan mérkőzés van, mondom, ezt a kapusok ugye érzik saját magukon, tehát hogy valaki sportolt életében, azt tudja, hogy aznap milyen paszban van a kapus, meg egy kulcsposzt, azt gondolom. Tehát van olyan magasabb szinten is, amikor azt lehet látni, hogy mondjuk két világklasszis kapus közül majdnem minden meccsen csak az egyik véd, mert nem tudjuk, hogy a másiknak mi van a fejében, vagy mi az, ami hatással van rá. Ők ezt megbeszélik maguk között. Ilyenkor, amikor a meccsbe belefér, akkor véd mindegyik. Tehát azt mondom, hogy még akkor is, hogyha akár van a teljesítményük között, akár különbség egyik vagy másik javára, mert belefér. Mert a következő meccsre úgy kell beszállni lehet az egyiknek vagy másiknak, hogy játékban van, és akkor viszont azt fog többet védeni, amelyik jobb formában van, vagy amelyik jobban érzi az egész mérkőzést, vagy azt a stílust, amiben az ellenfél játszik. Tehát azért mondom, hogy ez most így teljesen jól kijött szerintem, úgyhogy a következő Veszprém elleni meccsre majd eldől, hogy melyikőjüknek sikerül jobban. Az idegenben lesz. Így van, Veszprémben fogunk játszani szombaton, mert úgy volt, hogy vasárnap játszunk, eltették szombatra a mérkőzést, szombaton, ha jól emlékszem, 2 órakor fogunk játszani Veszprémben. Hát akkor sok sikert nektek ahhoz a mérkőzéshez, és a bajnokság hátralévő idejéhez is. Így van, hát most mondhatnánk, hogy számolgatunk, de ugye az volt, hogy az utolsó 5 fordulóban a magabiztos győzelemhez nekünk 5 pontot kell szerezni, abból most 2 megvan, tehát most 3-at kell még. Ugye van 4 meccsünk, tehát a 8-ból 3 az biztosan elég lesz, de természetesen mi minden meccsen szeretnénk nyerni, tehát mi úgy fogunk pályára lépni mindegyes meccsen, hogy ne érje szó a ház elejét magyarul, tehát és erre egy nagyon jó csata lesz a jövő heti, mert egy jó csapattal fogunk találkozni, tehát a Veszprémnek az ifjével azért az nem, ott fel kell kötni a nadrágot.